Köszöntöm nézőinket, önök Kaposmenti magazinunkat látják, Gulyás Anita vagyok. Nézzük mai adásunk tartalmát röviden. 100 millió forintos fejlesztéssel bővült egy dombóvári cég. Évindító kerekasztal beszélgetést szervezett a város a felekezeti iskoláknak. Vincenapi vessző vizsgálatot tartott az Éliás Simon Kertbarát Egyesület Dombóváron. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva több program is volt Dombóváron. 100 millió forintot meghaladó beruházást adtak át Dombóváron. A hal eledel gyártásra és forgalmazásra szakosodott cég egy geotermiával fűthető raktárat alakított ki az összegből. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Tolna vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője hangsúlyozta, a kormány 73 millió forinttal támogatta a fejlesztést. 100 millió forintot meghaladó fejlesztéssel gyarapodott a dombóvári cég, amely haleledel gyártással és forgalmazással foglalkozik. 103 millió forintból tudták megvalósítani ezt a közel 400 négyzetméteres új csarnokot. Tudni kell erről a magyar vállalkozásról, dombóvári vállalkozásról, hogy haleledel gyártással foglalkozik. Egyrészt vannak saját fejlesztéseik, másrészt pedig nagy magyar forgalmazóknak készítenek eledeleket, és én azt gondolom, hogy a vállalkozás az elmúlt évtizedekben bizonyított itt Dombóváron is, hiszen látjuk azt, hogy milyen látványos fejlődésen ment keresztül az elmúlt évtizedekben. Örülök annak, hogy a csarnokot egyébként dombóvári vállalkozók is építették. Az ünnepélyes szalagátvágást követően a térség országgyűlési képviselője és a település polgármestere is körbejárta a csarnokban elhelyezett hatalmas sportrendszereket, melyek különféle horgászathoz nélkülözhetetlen kellékeket tartalmaznak. Az esemény alkalmával a település vezető hangsúlyozta, nagy öröm a város számára, hogy elkészült a fejlesztés, hiszen fontos, hogy a helyben működő vállalkozások fejlődjenek a zavartalan működés érdekében. Az 1986-ban alapított vállalkozás 2000-től ma már szinte teljes egészében az etetőanyag gyártással és forgalmazással foglalkozik. A logisztikai raktár, amely helyi vállalkozások bevonásával készült, megfelel a mai kor követelményeinek, kialakításakor törekedtek arra, hogy önfenntartó épület legyen. A tulajdonos elmondta, az új épületből bonyolították le a csomagküldő szolgáltatásokat. Beszereztünk hozzá gépeket, mint ahogy látják, elektromos targoncákat. A csarnok fűtését azt hőszivattyús megoldással oldottuk meg. Beruházáson kívül ugyan, de továbbfejlesztettük a napelemes rendszerünket, tehát tulajdonképpen most már a cégnél, amit fogyasztunk villamosáramot, azt saját magunk meg is termeljük. A cég az szépen növekedett, nekünk volt Budapesten, vagy van Budapesten egy nagykereskedelmi raktárunk. Ott kezdtük az internetes kiszolgálást, tehát a webshopot csinálni, főleg mi boltosokat szolgálunk ki. Aztán azt olyan 2 év alatt nőttük ki, és úgy gondoltam, hogy akkor elhozzuk ide Dombóvárra az egészet. Mi tavaly előtt idehoztuk Dombóvárra, van itt egy középső épület, idehoztuk a Budapestre a logisztikát. Azt hiszem 3 hónap alatt nőttük ki, és muszáj volt ezt megépíteni, az, hogy tovább lépjünk. De már ez is kicsi, mert már a régi logisztika is tele van. A közel 4 évtizede működő cég hosszú távodra tervez, ennek értelmében a jövőben is számos fejlesztést szeretnének majd véghez vinni. Nem tud megállni, mert ez egy ilyen ördögi kör. Ha megállunk, akkor a konkurencia lehagy bennünket, és akkor nem írjuk őket utol. Tehát itt mindig menni kell, mindig előre kell menni. Hogy az én terveim mik, az most már egyszerű, egy éve nyugdíjas vagyok, úgyhogy én már szeretnék elmenni nyugdíjba, úgyhogy lehető legkevesebbet ide bejönni. Van 2 fiam, aki ezt a céget bízom benne, hogy megfelelő módon tovább viszik. A dombóvári logisztikai raktár számos horgászcikket árusító üzletet szolgál ki termékeivel. Dombóváron több éves hagyománya van annak az évindító kerekasztal beszélgetésnek, ahol az egyházak, felekezetek vezetőivel, valamint az általuk fenntartott oktatási, köznevelési és szociális intézmények vezetőivel az adott évet érintő fontos eseményeket, az intézmények, felekezetek aktualitásait tárgyalják meg. Az eseményen részt vett Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is, aki kiemelte, Dombóváron az országos arány felett vállalnak szerepet az egyházak az oktatásban és a köznevelésben.
Dombóvárváros alpolgármestere Kerényi Zsolt is köszöntötte annak a kerekasztal beszélgetésnek a tagjait, amely az egyházak képviselőiből, a helyi felekezeti fenntartás alatt működő iskolák és a település képviselőiből tevődött össze. A település 2020-ban döntött úgy első ízben, hogy megrendezi az eseményt, mondta el a polgármester. Nem állami fenntartású intézményeknek a fenntartóit, illetve intézményvezetőit meghívjuk egy kerekasztal beszélgetésre. Hál' Isten ez az asztal évről évre nagyobb lett. Ma már 34-en üljük körül ezt az asztalt, hiszen Dombováron azt hiszem, hogy talán példaértékű az az elmúlt évek néhány változása, ami bekövetkezett. Katolikus, evangélikus egyházat követően Mátai Szeretetszolgálat és Oktatási Alapítvány is megjelent, Baptista Szeretetszolgálat is megjelent, reformátusok is bővítették az óvodát, tehát azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ilyenkor évelén találkozunk. Egy picit én először a köszönet szavaival szeretnék illetni mindenkit. Szeretném köszönteni az új fenntartót, hiszen szeptember 1-jével a belváros iskolát átvette az evangélikus egyház. Egy picit szeretnék 2023-ra vonatkozóan néhány gondolatot megosztani, és természetesen érdeklődve várom, hogy vajon a városunkban milyen fejlődést terveznek a fenntartók az intézményeik tekintetében, hiszen évről évre az előző évet meghaladó mértékű fejlesztések történnek. Dombóváron felekezeti fenntartás alatt álló oktatási intézmények saját maguk kezdeményezték a fenntartóváltást. Alapvetően az intézményben tanító pedagógusok kerestek meg ezzel a gondolattal szinte minden esetben. Természetesen ők előtte egyeztettek az egyházzal. Nagyon fontos, hogy ebben a folyamatban demokratikus döntés szülessen, és születhet csak, minden esetben a szülőknek szavazniuk kell. Ugye ez megtörtént a belvárosi iskola esetében is. Azt gondolom, hogy a szülők jól döntöttek. Több mint 86%-uk igennel szavazott. Azt gondolom, hogy ez az új fenntartó számára is egy megöregedett bizalom, hiszen a dombovári szülők nagyon bíznak bennük, és hiszik, hogy változás fog történni az intézmény életében. Nagyon fontos, hogy ezek az intézmények egymással helyben jó viszonyt ápolnak, fenntartó személyétől függetlenül. Azt gondolom, hogy a keresztény világunkban ennek így kell történnie. Kis csoportos találkozások zajlanak folyamatosan, és nem csak dolgozni úgy lehet, hogyha ismerjük egymás terveit, gondolatait. Nem feltétlenül biztos, hogy ma ezt mindenki meg tudja velünk osztani. Nyilván ma erre egy órát szánunk mi, azt követően ezt egy közös ebéd, de szeretnénk zárni. Nyilván nagyon fontos, hogy az év első találkozóján jöjjön el mindenki, egy picit örüljünk egymásnak, mosolyogjunk, és utána megy tovább az élet, hiszen annál fontosabb nincs, mint hogy a felek partnerként tekintenek egymásra, és ebben nem csak az önkormányzat és egy fenntartó esetét értem, hanem az összes fenntartó közös gondolkodása nagyon fontos, hogy tudjon fejlődni és haladni a város előre. Azt hiszem, hogy itt most mondhatom is jó értelme, mert sokszínűség nagyon fontos, de alapvetően ragaszkodunk a történelmi egyházakhoz, és velük szeretnénk ezt a partnerségi viszonyt tovább erősíteni. Az eseményen részt vett Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is, aki kiemelte, a dombóvári városvezetés törekvései összhangban vannak a kormány azon szándékával, hogy megerősítsék az egyházak szerepét a közoktatásban. Egy társadalomnak a legnagyobb feladat mindig a jövő biztosítása, fogalmazta meg a Pécsi Egyházmegye püspöke Felföldi László. Ebben a fősúlyt mindig az oktatási intézmények viszik, végzik, és az egyház jövője is azon múlik, hogy ezek az oktatási intézmények milyen minőségben tanítják, nevelik, mert mindig van nevelés is egy-egy intézményben. És én nagyon örülök ennek az összefogásnak, itt mindenki ezért van itt, hogy dolgozzon, tegyen azért, hogy ezek a gyerekek, ezek a családok, akik egy-egy intézményben ott vannak, valóban azt érezzék, hogy értük vagyunk, nekik akarunk segíteni. Minden történelmi időnek volt, megvolt a maga kihívása. Ennek a világnak, amivel most élünk, a történelmnek ezen a pontján a legnagyobb kihívás egyénnek, családnak, egy-egy lakóközösségnek, városnak, falunak, egyháznak a változás. Olyan tempóban, olyan őrült gyorsan történnek a változások, hogy nagyon nehéz lekövetni. De az a dolgunk, hogy fölvegyük a fordulatot, és kövessük őket, és vigyázzunk a gyerekekre, mert a nagyon gyors változásban nagyon gyors veszélyek jönnek, és nincsenek rá felkészülve. Tehát sokkal jobban oda kell figyelni a fiatalokra, a gyerekekre, mint bármikor az életben, mert pillanatok alatt olyan sérülések jönnek, olyan hátrányt szenvednek, ami most már egyértelműen kitapintható, például az internetből
ami nagyon nehezen hozható helyre. Úgyhogy óriási a felelősségünk ebben. Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke hangsúlyozta, az együttműködés a helyi egyházközség, a város és az oktatási intézményvezetés között gyümölcsöző. Az evangélikus egyház, hogyha visszatekintünk egy kicsit a történelembe, mindig számarányán felül vállalt és vett részt az oktatásban, és egyébként a diakóniában is, tehát a szociális szolgáltatásokban. És ez, amikor a rendszerváltás bekövetkezett, újra egy felerősödő tendencia lett, és a mi déli egyházkerületünk különösképpen is nagy részt vállal, hiszen az evangélikus egyház összes oktatási intézményének több mint fele a mi egyházkerületünkben van. Az egyházkerület az egy egyharmadnyi Magyarországot jelent, hiszen az evangélikus egyházban három püspökség van, és ilyen értelemben Dombovár is hozzánk tartozik, és hosszú tárgyalás, akkor, hogy azt a helyiek szerintem tudják, előzték meg azt, hogy tavaly, tehát 2022. szeptember 1-ével fenntartóként átvettük az általánoskolát és a zeneiskolát, és éppen most egy órával hamarabb jöttem, hogy érdeklődni tudjak, hogy érzik magukat diákok, szülők, pedagógusok, hiszen mindig nehéz egy fenntartó váltás, de azt reméljük, hogy ez szeretetben és zökkenő mentesen megy végbe. Mindnyájunk javára és azok javára, akikért dolgozunk, a gyermekeink, a mögöttünk jövő nemzedék javára. Nem számoltunk persze akkor még ezzel a rezsiválsággal, ez nem egy egyszerű helyzet. Mindig vannak egy épületen is javítandó kérdések, éppen ezeket is végig járhattam, és megtekintettem, hogy mire van a legnagyobb szükség, hogy megpróbáljuk mindazt orvosolni, amit most azonnal orvosolnunk kell, és reméljük, hogy hosszú távon egy gyümölcsöző együttműködés alakul ki. Egyébként én úgy látom, hogy a helyi egyházközség, az intézményvezetés, a városvezetés tényleg gyümölcsözően tud már most együtt munkálkodni. Dombóváron kiemelkedő az egyházak szerepvállalása a köznevelési, az oktatási és szociális intézmények fenntartásában. A vince napi szokások fontos szerepet játszanak a magyarság életében, a borvidékeken a mai napig őrzik az ehhez kapcsolódó hagyományokat. A Dombovári Élián Simon Kertbarát Egyesület hosszú évek óta élteti azokat a népszokásokat, amelyekből az idei termésre is lehet következtetni. A vesszőmetszés, a borivás és a jó hangulatú beszélgetések sem maradtak el vince napi rendezvényükön. A téli és időjárás ellenére megtelt élettel a dombovári szőlőhegy. Az Élián Simon Kertbarát Egyesület hagyományszerűen megrendezett eseményének résztvevőit nem tántorította el a hóesés. Január 22-e ugyanis vince napja, amely jeles nap a borászok és borkedvelők számára. Ez az a nap, amikor többek között az őszi termés minőségét is megjósolják. Szent Vince, a szőlészek védőszentje, kultusza a 11. században terjedt el. A Dombovári Társaság is jó ideje élteti a naphoz fűződő hagyományokat. Ez tulajdonképpen úgy alakult, hogy amikor még nem voltam a Kertbarátok elnöke, akkor a baráti társaságunkkal, amelyiknek több tagjának van itt a Szőlőhegyen, szőlője is birtok, ami ezt már körülbelül 10 éve elkezdtük, és amikor ebbe a magas pozícióba jutottam, akkor ezt átmentettem ide a Kertbarátokhoz, és most már 4. éve jövünk össze itt a Szőlőhegyen a Kertbarátokkal, és hát próbáljuk meg ünnepelni a vincenapot. Hát itt a hagyományokat próbáljuk meg föleleveníteni, és ugye amit a hagyományok leírásába, illetve az idősebbek elmondásából tudunk, azt tesszük be a programba. Ugye ebbe beletartozik a vesszővágás és a vesszővizsgálat, amiből ugye következtetni lehet az év termésére. Ez leginkább azokban az években alakult még ki, amikor jelentős faggyal kellett számolni, és ilyenkor már látható volt, hogy történt-e károsodás vagy sem. Hál' Isten, az utóbbi időben azért ezzel nem nagyon kell kalkulálni. A vincenapi szokások közül ez az egyik legelterjedtebb, az úgynevezett vincevessző, amelynek állapotából az őszi termés minőségére tudnak következtetni a gazdák. A néphagyomány szerint ezen a napon vesszőket kell metszeni a szőlőből, majd vízbe állítva várni, hogy kihajtson. A szőlővesszőkön található rügyek mennyiségéből lehet következtetni arra, hogy bőséges lesz-e a termés. A hagyományból átvettük természetesen a bor megkóstolását, a területnek, a szőlő 4 sarkának a szentelt borral való belocsolását,
és bízunk benne, hogy ezek a rituálék egy kicsit hozzájárulnak ahhoz, hogy jobb kedvel végezzük majd a tavaszi munkálatokat. Általában 2-3 pincét szoktunk meglátogatni. Sajnos a végén már egy kicsit iparkodni kell, hogy mindenhol kellően eleget tudjunk tenni a megtervezett programnak. Általában olyan 20 és 30 fő között, ugye a létszámunk 45 fő, tehát figyelembe véve az ilyenkor az időjárást, meg a magas átlag életkorunkat, ami 70 év fölött van, én úgy gondolom, hogy azért ez egy elég szép létszám. A hagyomány szerint a vincenapi időjárás is befolyásolja a szüretet, ugyanis ha ezen a napon csapadékos az idő, akkor sok bor lesz, viszont ha száraz, a pince üres marad. Az idei időjárás a teli pincét vetítette elő. A legelterjedtebb népszokás szerint pedig sok bort is kell inni vince napján, ha a gazda bő őszi termést szeretne. Persze ehhez nélkülözhetetlen a munka, amely sok helyütt már meg is kezdődött. Tulajdonképpen az aktív munka, ahol nagyobb tőszám van, ott már el is kezdték. Én a magam részéről inkább a február végén, március elején, amikor már kicsit kellemesebb körülmények között lehet végezni. Természetesen a borfejtés, meg egyéb munkák azért addig is folynak. Az Éliás Simon Kertbarát Egyesület soron következő programja a március végén megrendezésre kerülő borverseny lesz majd. A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le egy nagyobb kézirat csomag részeként, és jelölte meg dátummal csekén a himnusz kéziratát. Ez alkalomból országszerte rendeznek ilyenkor kulturális rendezvényeket. Dombováron a háromnapos rendezvénysorozat a színházi előadások mellett két kiállítást is tartogatott a kultúra iránt érdeklődőknek. Dombováron többek között két kiállítással tiszteregtek a magyar kultúra előtt. Az ünnepi eseményre vártak mindenkit, aki érdeklődik a kultúra iránt, és szívesen tölti szabad idejét tárlatok látogatásával. Az egyik kiállításnak a szervezése még a tavalyi évben nyúlik vissza, hiszen november 2-án volt így, és Gyulának a 120. születési évfordulója. Az egyik kiállítást akkor szerették volna nyitni, de mivel a gyűjteményt be kellett zárni, ezért úgy gondoltuk, hogy áthozzuk ezt a kiállítást a Magyar Kultúra Napjára. Tehát őre emlékezünk egy kicsit dombovári megközelítésben. A másik kiállításunk pedig Mózer Zoltán Látom magamban című íróportré fotó kiállítása. Ahogy ez sejthető, mindkét kiállítás az irodalomról, a költészetről szól. Én úgy gondolom, hogy a tavalyi évnek, hogyha a számait nézzük és a programok látogatottságát, akkor elégedettek lehetünk, talán ez nem túlzás, hogyha ezt mondjuk, tehát sokan látogatták a kiállításainkat, a programjainkat is. Annyiban változtatunk az idén, hogy kicsit hosszabb ideig hagyjuk, tehát nem havonta látogatjuk a kiállításokat, hanem ez a kiállítás, az így és kiállítás például 2 hónapig lesz látogatható, mivel szeretnénk iskolai programokat szervezni, szeretnénk, hogyha minél többen eljönnének, és hát előadásokat is szerveznénk rá, tehát hogy többen megnézzék. Úgy gondoltuk, hogy ugyan Petőfi emlékév van, és hát majd mi is fogunk még évközben Petőfivel foglalkozni, de ilyesnek van azért egy dombovári kötődése, és ezt mindenképpen fontosnak tartok, hogy erről is beszéljünk, illetve a kiváló írőnkről, költőikről, akikről nem csak az iskolában tanulnak, hanem a felnőttek is ismerik őket. Másik kiállítás a Balogh Rudolf díjas magyar fotoművész, etnográfus és író Mózer Zoltán portréfotóiból áll össze. Ezek nagyon régen a 20. század, a 70-es években, 80-as években készült fotók, és azért érdekes, mert a fotoművész Mózer Zoltán egyfajta képzett társítással egy portré mellé akár egy tárgyat, egy tájképet, egy olyan másik fotót tett, amihez neki van mindenképpen köze, tehát az ő belső képeit láthatjuk, és azt gondolom, hogy ez azért izgalmas, és különösen akkor lesz izgalmas, hogyha ő majd el tud jönni, és erről tud nekünk majd mesélni. A kiállítás megnyitón, ugyanis betegsége miatt nem tudott részt venni a fotoművész, köszöntő gondolatait viszont eljuttatta a kiállítás megnyitóra, amelyet a Művelődési Ház vezetője tolmácsolta megjelenteknek. Szigorúan éltem az elmúlt években, szinte ki sem mozdultam otthonról, de az elmúlt héten 4 helyen is volt jelenésem, bepótlandó az elmaradásokat. Ezért a képek kapcsán egy rövid vallomást küldök. Bár Illyes Gyuláról is, akinek sokat köszönhetek, szívesen beszéltem volna. Én, amikor a gimnázium után az egyetemi éveim alatt fotózni kezdtem, olyan tanár vagyok, akit senki sem tanított fotózni, de én 14 évig viszont 2 egyetemen is tanítottam, csak fákat fényképeztem. Életem egyik legszebb és legerősebb anyaga. Egyetem után következett a magyar középkor.
viszont portrét nem tudtam készíteni. Amikor a szakdolgozatomhoz le kellett utaznom Jászárok szállásra népdalokat gyűjteni, akkor készült az első parasztportré, és attól kezdve tudtam és csináltam. A csinálni azt jelenti, hogy én hívtam elő a filmet, nagyítottam ki, kereteztem be 40 éven keresztül a képeimet. Minden kiállításom egy élményre vagy gondolatra épül. Ez, ahogy a címe is mutatja, egy belső látásra. Mivel az itt látható írókat, költőket ismertem, néhányal jó barátságba is kerültem, ezért néha az életük egy-egy mozzanata, vagy életművük egy-egy sora jutott eszembe a képek párosításakor. De ezt inkább játéknak mondanám, amiben, ahogy itt és most is, bevonhatok minden kedves látogatót, nézőt. Ebbe a játékba vonja be a tárlat látogatóit a fotóművész. A portréfotókat tartalmazó, Látom magamban címet viselő kiállítás a művelődési ház aulájában látható, míg az Illés, Íj és család tagjainak munkássága előtt tisztelgő tárlat a Majoros galériában várja az érdeklődőket. A kiállítás megnyitón Markovics Magdolna, nyugalmazott pedagógus idézte fel az Illés, Íj és család életét. A népes család tagjairól számos információt tudhattak meg az érdeklődők. 1908-ban ebben a házban nyitott Illés Lajos Fehérló néven vendéglőt. 1911-ben ebben a házban tartották aranylakodalmukat szüleik, melyen a népes Illés család 49 tagjáról készült csoportkép. Ezt láthatják majd a kiállításon. Az ünnepélyes kiállítás megnyitó alkalmával az Íj és Gyula gimnázium diákjai is közreműködtek. A szervezők külön köszönetüket fejezték ki a Dombováron élő Íj és Gyula leszármazottnak a fotók, dokumentumok kiállításában történő megjelenéshez adott hozzájárulásáért. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!